Eredményesen működik a Sóstói Múzeumfalu idén is. Augusztus végéig már 1500-al magasabb volt a látogatószám az előző év hasonló időszakához képest, közölte Urik Attila alpolgármester. 2016-ban összesen 64 ezer vendéggel és 41 millió forint bevétellel számolt el a múzeum, ezt az összeget pedig már most közelíti a kulturális intézmény. Ez egyik kiemelt körzet, illetve hát itt Sóston az egyik olyan elem, amely ugye kicsit jellegében más, mint az itt lévő állatpark és a fürdő. Itt a hagyományokra épülő, illetve a megyénk hagyományaira épülő építészet jelenik meg, ami legfőképpen a 18-19. Századi épületeknek a megjelenítését jelenti. Ez nagyon fontos, mert ebben benne van az egész népi kultúra, illetve itt ezen a 10 hektáros területen van még annak a nyoma, ami még nem pusztult el itt a megyénkben, vagy az egész országunkban. A Sóstói Múzeumfaluban számos programot szerveznek, az egyik ilyen a Régi Magyarország Ízei Gasztrofesztivál. Az intézmény feladata nem csak a hagyomány ápolás, hanem a hagyományteremtés is. Ezért idén második alkalommal újra várják az érdeklődőket az ízek kavalkádjára. Ebben az évben 24 csapat főz majd. Nem csak a hazai ételeket ismerhetik meg a látogatók, hanem a megyében élő nemzetekét is, közölte a Sóstói Múzeumfalu igazgatója. Én azt gondolom, hogy aki vasárnap ezt a programot választja, az biztosan nem fog csalódni, mert nagyon sokféle étellel találkozhat, de emellett az időt kellemesen eltöltheti, hiszen kulturális programot is kínálunk mellette, és a közönséget is szavazásra buzdítjuk. Szeretnénk majd a legízesebb ételt délután 16:30-kor az eredményét kihirdetni. A látogatók így megkóstolhatják majd például a zúzos lét, az aszalt szilvalevest és a kovászos kenyeret is. A vendégek bepillantást nyerhetnek majd az ételek készítésébe is. Például azokat a technikákat is megismerhetik, amelyeket a középkorban használtak az asszonyok sütés-főzés során.